Önfeledten játszanak ezek a gyerkőcök bölcsödéjükben. Nem csoda, hiszen egy megújult, modern, minden igényt kielégítő épületben tehetik ezt meg. A Báthory utcai bölcsöde komplex felújításon esett át az elmúlt hónapokban. Hivatalos átadását kedden délelőtt tartották. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megtisztelt és szeretettel köszöntöm Önöket! Radnóti Ákos dr. Somogyi Tivadar távollétében köszöntötte a megjelenteket az ünnepélyes átadón. Az alpolgármester elmondta, a csaknem 240 milliós projekt a győri önkormányzat sikeres pályázata révén valósulhatott meg. Területi és településfejlesztési operatív program, ismertem nevén TOP keretében történt meg ez a beruházás. Azt kell mondanom, hogy kiemelkedő jelentőségű, de én örülök annak is, hogy az ilyen fejlesztések nem csak itt ebben a városrészben, hanem több városrészben is most már évek óta zajlanak az óvodák, bölcsödék területén. Úgyhogy elsődlegesen köszönet jár ezért Borkai Zsolt polgármesternek, aki felkarolja ezeket a programokat, illetve dr. Somogyi Tivadar alpolgármester társamnak, aki ugye egyrészt a terület önkormányzati képviselője, másrészt pedig a tevékeny segértő felel ezen a területen is, úgyhogy ők is komoly munkát végeztek, hogy ez a fejlesztés meg tudjon valósulni. Komoly munka mellett komoly összefogásra volt szükség, hogy az intézmény mintegy 545 négyzetméteret teljesen megújuljon, illetve 298 négyzetméteres területe átalakuljon. Gyakorlatilag a bölcsöde konyháján kívül minden helyiség felújítás alá került, az alapoktól egészen a tetőig. Nagyon régi, rossz állapotban voltak a csövek, azok is felújításra kerültek, új helyiségek kerültek kialakításra, új szakmai irányelvek figyelembevételével készült el szinte minden helység, és ami a gyerekek legnagyobb örömére történt, hogy új játékeszközök, új butorok kerültek a csoportszobákban is. Az önkormányzatnak egy átfogó koncepciója van a hozzátartozó területekkel kapcsolatban, mondta a megnyitón Páter Noszter Piroska, humánpolitikai főosztályvezető. Győr városának egy nagyon átfogó koncepciója van a hozzátartozó területekről. Ebbe van gyerekjólét, gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, és ugye itt a csodálatos bölcsődei ellátás. És ennek a koncepciónak a lényege, hogy akár saját forrásból, akár pályázati pénzekből komplex módon tudjuk az intézményeket felújítani, tehát nem az a célunk, hogy itt két ablakot cseréljünk, ott egy bejárati ajtót, hanem látványosan, célszerűen és hatékonyan tudjuk ezeket a felújításokat elvégezni. A főosztályvezető hozzátette, két jelentős pályázati forrásból újabb területek újultak meg. Ilyen a családsegítő és gyerekjóléti központ Lajta utcai bázisa, ahol 200 négyzetméternyi részt újítottak fel 75 millió forintból, valamint a Tűr István utcai bölcsöde kapott új belsőt és külsőt, napelemeket és új eszközöket 47 millió forintból.